Köszöntöm nézőnket, Tóth Barnával, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium igazgatójával beszélgetünk. Itt már a második fél évben vagyunk. Azt gondolom, hogy mindenki számára fontos volt, hogy jelenléti oktatás zajlik jelenleg is. Hogyan zárták az első fél évet? Az első fél év olyan értelemben nem volt könnyű, hogy az elmúlt másfél év azért nyomot hagyott bennünk. A jelenléti oktatásnak nagyon örültünk, mert úgy gondolom, hogy tehát amire ez a magyar oktatási rendszer úgymond szocializálódott, az mégiscsak ez. Tehát ez az, amiről sokat tudunk, aminek a működését jól ismerjük. Viszont olyan problémák jelentkeztek nálunk a nevelőtestületen belül is, akár pedagógusként, egyen-egyenként, tehát olyan majdnem azt mondom, hogy ilyen pszichológiai jellegű gondokkal kellett szembenéznünk, ami nem volt egyszerű, és a diákjainkon is meglátszott. Úgy gondolom, hogy ez az első fél év azért elegendő volt arra, hogy egy picikét helyre zökkenjünk, és megpróbáljuk normális tempóban és normális körülmények között folytatni a munkánkat. Azért ők már a végzősök lassan számolják az érettségit is, de az alsóbb osztályosoknak a tanulmányi versenyek azért javában zajlanak még. Igen, a tanulmányi versenyek is abban a kategóriába tartozik, ahol vissza kellett zökkennünk a korábbi normálisnak gondolt kerékvágásba, és egyre több tanulmányi versenyen tudunk indulni mi is újra, illetve mi magunk is ugye rendezzük a Dr. Hajdú Maharos József Országos Református Földrajzi Tanulmányi Versenyt, és diákjaink is természetesen részt vesznek ezeken. A sportversenyek is ugye most tavaly szinte, vagy az előző másfél évben szinte teljes mértékben elmaradtak, most azért úgy néz ki, hogy visszaáll ez a rendszer is. Elfáradtak a kollégák és a diákok, tehát így hirtelen másfél után most folyamatosan eddig jelenítő oktatás megy. Érződik ez egy picit a gyerekeken és a pedagógus kollégákon? Én úgy gondolom, hogy érződik. Hála Istennek megvan mindannyiunkban az a pozitív gondolkodás, hogy tudjuk, hogy ez a normális, és itt tudunk igazán értékes dolgot nyújtani a diákjainknak, tehát ez maximálisan motivál bennünket, de a fizikális fáradtság az mindenféleképpen jelentkezik. Beszéljünk azért az őszről is egy kicsit, hiszen azért a nyolcadikosoknak is mostanában kell beadni a jelentkezést. Az előbb említette ezt az öt irányvonalat, ez ugyanígy megmarad ősztől is? Igen, ugyanígy várjuk ezekre az emelt óraszámú gimnáziumi képzéseinkre a nyolcadikos diákokat, az érdeklődő nyolcadikos diákokat. Egy hatodik lehetőséggel szeretnénk kiegészíteni. Ennek a gimnáziumnak a falai között hagyományai vannak az általános gimnáziumi képzésnek, és mi most teszünk egy kísérletet arra, hogy felajánljuk ezt újra. Én abban bízom, hogy fognak élni ezzel a lehetőséggel többen. Ennek ugye az az előnye, hogy mondjuk, hogy a fakultáció váltásig 9-10. Év folyamon újabb 2 évet kapnak a diákok arra, hogy még gondolkozzanak egy picit, hogy mi is a számukra megfelelő irány, és nem kell rögtön 9-ben eldönteniük, hogy merre szeretnének tovább, mik azok a tantárgyak, amikből mondjuk emelt óra számú képzést szeretnének kapni. Viszont megvan az az előnye is, hogy ugye minden iskola rendelkezik néhány órával, amit pluszba egy-egy tantárgyhoz hozzátehet, és mi ezt úgymond általánosan szeretnénk felhasználni, tehát az érettségi tantárgyakat szeretnénk megerősíteni, de nem kifejezetten mondjuk egy természettudomány, vagy mondjuk egy bölcsészettudomány irányába mutató irányvonalon, nem úgy általában a nyelveket sem felejtve el.